like starting over. All of your words so sober. Way back in California, you know I tried to warn you. A baj az én telefonommal? Nincs semmi baj a telefonnal, hanem most valamiért nem ment át a fájl, azért próbáltam újra, de... Aha, jó, hát akkor küldjed át valami hagyományos fájlkülővel, hogy mutasd meg a tiéden, jó? Jó, tuti túl nagy a fájl, vagy nem tudom. Majd akkor átküldöm máshogy, tényleg. Csak nem értem, hogy miért nem működött. Jó, hogy nem... jó, figyelj, nyugodj meg, Soma fiam. Én nem akarlak téged megbántani, de nekem erre most nincs idő, nekem mennem kell, jó? Nem, persze, értem. Már azt is köszönöm, hogy eddig meghallgattál. Oké. És amúgy hogy megy a cég? Jól megy a cég. Jól megy? Uh-huh. Na, ez tök jó. Örülök, hogy jól megy a cég. És nincs másik cég? Segítség, beszorultam a WC-be. Nem tudok kijönni. Hát akkor viszlát, Gerzsom bácsi. Soma fiam, már egy kicsit, légy szíves. Igen. Figyelj csak. Azt tudod, hogy én nem ma jöttem a 620-assal, ugye? Igen, azt tudom. Jó, mert azért azt gondolom, hogy valami oka volt, hogy bejöttél, távol akartál tartani a telefonom. Nem, a videó, amit a Gerinek csináltam, azt akartam átküldeni. Ugye, csak... fiam, te nem tudsz hazudni, és ezt onnan tudom, hogy az egyik fiamnak vagy a legjobb barátja, ugye? Az igazság... Jó, tényleg nem tudok. Jó, oké. Tételezzük fel, hogy akkor így most nem azért jöttél, de én ugyan felnőtt vagyok, de nagyon szeretek játszani, úgyhogy... Most várjuk meg, amíg én kitalálom ezt, jó? Jó, de tényleg semmi rosszat nem akartunk. Az egész annyi volt, hogy... Nem. Mondtam, hogy én szeretném kitalálni, hogy miért jöttél, jó? Vagy kitalálom, vagy nem. De szerintem ki fogom találni, jó? Én is attól tartok. Na. De nagyon jó gyerek vagy, nagyon bírlak téged, ezt tudjon, jó? Úgyhogy és menjél szépen haza. Nagyon örülök, hogy jöttél, jó? Én is bírlak, Gerzsom bá. Szevasz! Hello! Visszaállt! Bocsánat. Anna, Máté, nagyon ügyesek voltatok, úgyhogy órai munkára egy 5-ös. A többiek teljesítményét nem részletezném, bár van, aki itt megértem, de hát... Bori, vegyük úgy, hogy te ma nem feleltél. Jó? Remélem mindenki emlékszik, hogy ma megyünk megnézni a rádió és televízió történeti kiállítást. Úgyhogy, aki szeretne az utolsó úr után, várjon meg, együtt megyünk, a többiekkel ott találkozunk. Soma, ha valaki lógna, annak 3 igazolatlan óra. Miért 3? Azért, mert egy, amíg oda megyünk, egy, amíg ott vagyunk, egy, amíg visszajövünk, és egy
csak mert mérges vagyok. Jó, rendben, tanár úr, nem akartam felmérgesíteni. De ha te erre nem mondod azt, hogy ez 4 volt, akkor egy hatalmas egyes matekból, amit meg is beszélek mindjárt kisnével. Én is észrevettem, csak nem akartam kötekedni. Nagyon helyes. Tehát, utolsó óra után, aki jön, jön, a többiekkel ott találkozunk. Sziasztok! Na, Robival mi van? Leüvöltötted már a fejét? Nem, látni se bírom a kis görényt. Jó, de az SMS-ből csak megírtad még, hogy tűnjön a francba. Nem is írtál neki egy ilyen hosszú filmes, drámai, jó lezárós e-mailt, ugye? Nem. Imádok olyanokat írni. Nem írtam neki semmit. Komolyan? Komolyan. Mint említettem, tudod, én nagyon szívesen írok ilyeneket. Szóval, hogyha gondolod, akkor írok egy olyat, hogy soha többet nem állt fel. De nem kell, köszi, tényleg. De profi vagyok benne. Tudom. Jó. Bori, vissza tudnád adni a fizika füzetem? Ja, persze. Le sem másoltam. Mi van itt, ha mindenkinek 5 órája van? Na figyelj, el kell mesélni, de ezt nem élheted le neki. Mira? Mi van? Tudnál jönni egy picit? Nem látod, hogy nem érek rá? Hagyjál már békén Csabika. De nagyon fontos lenne, léci. Jó, figyelj, el ne tűnj, mert el kell mesélned, hogy hogyan harapod le a fejét. Oké. Okay. Gyere, menjünk. Szia! Szia! Miért nem vetted fel a telefont? Miért nem írtál vissza? Nem mondd, hogy a föci dolgára készülsz. Hát már nem, de a tegnapi nap az nagyon, nagyon elment vele. Nagyon furcsa vagy. Csak szólok, hogy te nem köszöntél tegnap a klubból, mikor eljöttél. Persze, ez is az én hibám. Mi? Mondtam, hogy fájt a fejem, nem? Jó, de akkor ma találkozunk, ugye? Ma nem jó, mert Döme visz minket valami kiállításra, és mindenkinek kötelező menni, úgyhogy... Nem tudsz ellógni? Hát nem, mert nagyon durván bünteti. Meg egyébként érdekel is. Jó, akkor majd, ha ráérsz, akkor szóljál. Oké. Nem hiszem el. Ennyire te se lehetsz, béna. Hogy jutottál ki? Megalázóan. Egy pincérnő engedett ki. És ezt a kis csaj végignézte. Dehogy is, rég elment, mire kijöttem. Otthon meg sejteted. Mire hazaértem, apám már nyilván összerakta a képet, hogy miért tököltél nálam annyit. Az mondjuk nem jó. Apád nem az a fajta csávó, aki jó, ha orrol rád. Nyugi, nem orrol. Tényleg? Tényleg. Úgy van vele, hogy egyrészt tök büszke rá, hogy ilyen jó haverjaim vannak. Ezt mondta? Nem. Láttam rajta. De azért persze a büntetés nem maradt el. Már így is szobafogságban vagy. Most mi jöhet még? Miután hazaértem, ki kell kapcsolnom a telefonomat. Ha hív, kikapcsoltat kell jeleznie. Aztán, amikor hazajön, oda kell adnom neki, és óránként 5 percre adja oda. Óránként 5 perc telefon? Ez tiszta középkor. Ja, van érzék a büntetéshez. És ez meddig? 2 hétig. Hát, remélem megérte azt a fél órát a kis csajjal. Meg. Tanár úr, tudunk beszélni egy percet? Persze. Miről? Tudom, hogy nagyon fontos ez a mai kiállítás, de most egyszer nem kaphatnék felmentést? Miért? Hát ez nehéz lenne elmondani. Családi ügy? Inkább magánéleti. Lara, láss be, ez nem a szokásos, tessék engem elengedni, mert beteg a nagymamám című sztori. Igen. Az van, hogy találkozom van valakivel ma, de csak ma, és nem igen tenném át máskorra. Nézd, ez egyáltalán nem indok arra, hogy elengedjelek. De mivel nagyon rendes lány vagy, és mióta itt vagy, ilyet még nem kértél, jó, rendben, elengedlek. Jó, csak kérlek, ne reklámozd. Tanár úr, tudna jönni egy percre? Persze, menjünk. Na, csá! Csá! Mit akart Csabika? Ja, semmit, az anyukájának névnapja vagy szülnapja lesz, és akar neki virágot vinni, megkérdezi, miből köttessem. Aha. Ne, a ház már, ez egyáltalán nem fontos. Láttam, hogy beszéltél a Robival, elküldted a fenébe? Nem, semmilyen nem történt. Mi van? Azt hittem, hogy le fogod harapni a srácnak a fejét, annyira ki voltál. Igen, de figyelj, én most olyan akarok lenni, mint te. Érted?
cicám, az őke nem a te színed. Nem így értem, hanem hogy elegem van már a saját hisztieimből, hogy Istenem, annyira ki vagyok, telesírtam a párnámat, nem szeret engem, olyan gonosz volt velem. Nem, most azt akarom, hogy fájjon neki, úgy igazán fájjon, érted? Kezdek félni tőled. Hát reméljük, hogy nincs rá okod. Fiam, te vágod, hogy hova megyünk? Persze, hát megnéztem neten. Jó, én is megnéztem, de... Ja, eszembe jutott valami, már akartam is mondani. Volt neked valahol olyan álmod, hogy operatőr legyél? Hát tudod, igazából a szüleim azt szeretnék, hogyha én közgazdász lennék. Nem, mi a baj az operatőrrel? Semmi baj vele, amúgy lehet, hogy az állna nekem jól az operatőrködés. Na jó, tudom, itt az élettörténet, majd máskor megbeszéljük, ha egyáltalán megbeszéljük. A lényeg az, hogy kellene kezelned egy kamerát akkor, amikor én kérem. Kamera? Vesz majd engem is? Hát, hogyha szeretnéd, akkor csinálok rólad pár felvételt. Tényleg? Vannak referenciáid? Cicás fotókban egyébként egész jó vagyok, szóval, hogyha akarod, akkor lefotózom a cicádat. Szerintem nem tudja, hogy mit mondott. Szerintem se. Figyelj, Csabi, maradjunk annyiban, hogy egyelőre te operatőr leszel, és meg kell nyomnod egy darab felvétel gombot akkor, amikor megkérlek, és talán le kell állítanod. Ennyi. Menni fog? Igen, menni fog. Na, de én akkor benne lehetek? Jó, benne lehet. Jó, de mibe is amúgy? Az még titok. Jó, gyerekek, remélem mindenki itt van. Jöhetek közelebb, hátulról is úgy. Szeretném nektek bemutatni Andrást. Sziasztok! Ő lesz a mi tárlatvezetőnk, ő mutatja meg ezt a csodálatos, fantasztikus kiállítást. Természetesen, hogyha van valami kérdésetek, azt feltehetitek, de ne legyen kérlek se hülyeség, se pedig olyan, ami már elhangzott, csak nem figyeltek. Aki így tenne, annak nem lennék a helyén a következő történelem órán, jó? No, akkor csapjunk is bele. Köszönöm András szépen. Kérlek. Mindenki nagy szeretettel üdvözlök itt a kiállítótéren, ahol régi televíziók és rádiók során. Nem hallottad, amit az előbb mondtam? De most iskolai ügyről lenne szó. Itt? Pontosan. Na jó, kapsz egy percet. Ez nem rossz ötlet, de csak akkor, ha nem tartod fel a többieket. Kik kellenek hozzá? Mira és Csabi. Rendben, szólj nekik. Köszönöm. Arra szolgált a korai időben, hogy a hangmérnök képmérnöknek ebből a színskálával lehetett az erősséget. Szia! Ezt neked hoztam. Figyelj, szerintem ezt tisztáznunk kellene. Mit? Hogy egy fotóhoz nem kell virágot hoznod, ez olyan... Nem már... Ugye nem kezdjük előre megint, hogy én fel akarlak szedni? Ezt utálom ezt a szót, hogy felszedni. Jó, bocs. Tényleg igazad van. Akkor, hogy nyomulni akarok, de én nem akarok. Én a barátaimnak is szoktam virágot vinni. Á, szép szokás. Csak tudod, mi barátok sem vagyunk. Ne legyél már ilyen... Jó, bocs, tudom, te híres vagy, és egyáltalán nem érdekel egy ilyen nóni. Nem erről van szó, és ezt hagyd is, kérlek. De akkor miért nem lehet ezt elfogadni?
Oké, köszi, nagyon szép, tök jó, akkor csináljuk a képet, és utána mindenki megy a dolgára. Bocs, csak nem akarom, hogy ez tudod, ilyen rendszeres legyen. Gyertek, Csabi kamerához. Oké. Mirci, te jössz ide. Az anyák, hogy számolj el 1-től 10-ig, nem, 1-től 9-ig, és a 10-re indítsd el a felvételt, jó? Nagy piros gomb, vagy nem tudom, keresd meg. Soma, itt nagyon sok gomb van. Nem baj, meg fogod találni. Amikor kirakom ide jobbra a kezem, akkor lesz vége a felvételnek. Oké. Megvan? Amikor Némán a 10-hez ér, akkor pedig fölnézünk, mintha most kezdődött volna el a felvétel. Oké. Egy. És mit fogunk mondani? Te semmit. Én beszélek. 2, 3, 4, 5, 6, 7... Jó lesz már ez a... Átvennéd a másik kezedbe. 8, 9, 10. Jó napot kívánok! Mai adásunkban elmondjuk, hogyan búcsúzik el a 11-e a végzősöktől. De előtte egy rendkívüli hír. Nagyon nem volt szép dolog a hippi ötlet ellopása, de mi többet ezt nem emlegetjük fel nektek. Ennyi? Igen. Ez most mi volt? Mi volt? Nem arról volt szó, hogy én beszélek? És mondtam rá, hogy oké, nem mondtam, és ez még kellett bele. Mira, te mesztelen vagy? Ja, nem. Nézd csak meg jól a tükrön át, ez az alak nem is furcsa, csak más. Így most jó, gyere te most magad oda, lesz majd kinek elakad a szava. Így most szép, gyere ne siess, így haza soha, ott csak vár az üres szoba. Őrült kép, ez jó lesz megszokni, csak mert így álmodni, s mindig is fáj ezt eldobni. Kell együtt